Gyújtópont. Nálunk elég egyetlen hírszikra. Április 22-én csütörtökön 19 órakor következik a legújabb kertajándékkoncert, ezúttal pedig Abaházi Zoltán Cerka lesz majd a főszereplő, aki most itt van velünk a vonalban. Szia Cerka, köszönjük, hogy fogadod a hívásunkat. Hello Tomi, köszöntök mindenkit én is. Jó hallani a hangodat, ugye most már több mint egy éve karantén istentiszteletek vannak, és hát viszonylag kevesebbet hallunk téged is zenélni, bár azért azt látom, hogy a hídgyülekezete dicséret felvételeinél a karantén verziókban is időnként közreműködsz, de most akkor jövő csütörtökön, vagy hát most csütörtökön koncerttel debütálsz. Honnan jött az ötlet meg, kitől jött a felkérés? Hát nyilván a kert alapítvány találta ki, de nagyon örülök neki, mert egy nagyon hiánypótló szerintem egyébként ez a fajta éd, segítség, segély, és ezt a műfajt így behozni a gyülekezeti keretek közé. Én nagyon örültem ennek, mert nyilván egy jó ügyben az ember szeretne részt venni, sőt nem szeretne kimaradni, úgyhogy hálás vagyok a Csuka Laci, Friderika, Sugár András, és másoknak is, akik benne vannak, és segítenek ebben. Mennyire követted egyébként az elmúlt koncerteket? Ugye most már több ilyen, hát szinte több hónapja zajlanak ezek a koncertek. Ugye az van, hogy nekem pont abban az idősávban van az istentisztelet a Kaposváron, de azért így utólag a családdal bele-bele néztem, és hát nagyon tetszett a Lajos is, a Frida is, úgyhogy nagyon nagy élmény volt őket látni, megnézni. Ugye azért neked volt egy olyan korszakod, amikor a dicséretben való zenélésen túl, ugye egy saját zenekarral is rendelkeztél, ez volt a Face to Face, aztán, ha jól tudom, akkor most már inkább pont, hogy a kaposvári gyülekezetben a lelkészi tevékenység felé tolódott el a munkád meg a feladataid. Mennyire volt most jó érzés visszatérni egy kicsit így a színpadra a zenéléshez? Hát valóban ez egy másik korszakom, ezért vegyes az érzés, mert ez egy életmód, ugye a zenélés, és sokat, hogy mondjam, tréningezik az ember ahhoz, hogy egy jó minőséget tudja leadni, úgyhogy vegyes volt. Egyrészt ugye nagyon szeretem a zenélést továbbra is, tehát egy olyan része az ember életének, amit nem tud kitörölni, és nem tud letagadni. Másrészt viszont nagyon szeretem a mostani feladatomat, sőt, mondhatnám, hogy szinte már jobban. Úgyhogy ebben a kettőben örülök, de ami nagyon nagy öröm volt számomra, az, hogy fiatalokat tudtam megkérni, hogy segítsenek, és hát olyan zseniális szereplőket sikerült magam mellé venni, ami én is meglepődtem, hogy a fiatalok milyen szinten zenélnek. Milyen Na kik szinten lesznek az ütitársak ezen a koncerten? A Szántó György gitározik, mindenki az ifi dicséretben már föltűnt, sőt egy részét a Bornemisszában a biblia oktatásból is ismerem. Fejes Máté, a Zolinak a fia, ő basszusgitározik, és a Tóth Olivér kahon dobol, és zseniálisan engem megleptek, hogy mennyire ismerik a dalokat, mennyire fölkészültek, és mennyire profik. Milyen dalokra számíthat a közönség? Azt még talán érdemes elmondani a hallgatóknak, hogy a karantén időszakban ugye biztonsági okokból ezek a koncertek előre fellettek véve, tehát ha jól tudom, akkor már ti is rögzítettétek ezeket. Ezért is merem most... Most leleplezted itt a titkot. Igen, de ez most már így hetek óta zajlik, és egyébként szerintem ezt tudják a hallgatók. Mindenki azért is izgalmas ez egyébként, mert ugye volt pont egy olyan rész, hogy ha jól tudom, ezt még pont a járványnak a tetőzése előtt vettétek fel, és aztán mikor eldurvult a helyzet, akkor meg talán jobb is, hogy nem akkor kellett ezekkel foglalkozni. Szóval az a kérdésem, hogy milyen dalok várhatók? Hát mindenképpen a Face to Face-ből válogattam. Ugye azok, hát hogy el lettek felejtve, az így erős, de kicsit úgy gondolom, hogy nekem is nagyon kedvesek, és ahogy érzékelem, azért van is rá igény, és olyan korszakból születtek az én életemben, amiben a megtérés utáni első friss öröm, az Úrnak a megtapasztalásai, azok a kijelentések, ami az ő megismeréséből valók,
és valahogy úgy sikerült ezeket megénekelni az akkori korszakomból, hogyha ezt én meghallgatom, akkor engem is eltölt egy öröm. Úgyhogy ezekből válogattam, másrészt pedig ugye a 22 év dicséret szolgálata közben azért egy pár dalt sikerült elkapnom, ami leesett a mennyből, és azokból is raktam bele, mint például a Szabadító, a Sebesen folynak le a percek az idő lejtőjén. Hát így vegyesen. Na, ezeket nagyon jó hallani. Közben hallom, hogy a mentő is megérkezett a környezetedbe. Igen, nem miattam, úgyhogy... Ez mindenképpen nagyon jó hír. Egy kicsit beszéljünk magának az adománygyűjtésnek a részéről. Ugye a Kert Alapítvány az, aki most felkarolta az özvegyek és árváknak az ügyét, itt a koronavírus járvány miatt sajnos vannak olyanok, akik elveszítették a hozzátartozóikat, igen, és a Kert Alapítvány ugye nekik segít. Úgy hallom egyébként, hogy most már nagyon sok családnak tudnak évvégéig nagyon tisztességes összeget folyósítani havonta, és most lelkészi minőségedben is kérdezlek egy kicsit, hogy te hogy éled meg ezt a mostani időszakot, és mennyire találkozol ezekkel a nehéz élethelyzetekkel, nehéz hírekkel? Hát sajnos találkozom, úgyhogy valóban beértünk egy olyan korszakba, ahol szembesülnünk kell, hogy az emberi élet mennyire kiszolgáltatott, talán nem titok azt, vagy nem észrevétlen, hogy az én generáció, mi egy olyan korszakban jöttünk föl és éltünk, ahol kevés tragédiát láthattunk, sőt nem láttunk embereket meghalni, míg előttünk levő generációknak azért ebből sokkal több kijutott, és most, mintha egy picit ebből mi is kapnánk, és ehhez nagyon hozzá kell igazítani a lelkünket, hogy ne repedjen meg, hanem ezt föl tudjuk dolgozni, hogy mennyi az emberi élet. És sajnos én is benne vagyok most a napokban, egy Kaposváron egy kortársamat kell, tehát aki velem egy idős kell eltemetnem lelkészként, hát nincsenek erre szavak, hogy mennyire megrendíti ez az embert. Viszont ugye azt is hozzá kell tennem, hogy eddig is például nem csak a Covid-ban, hanem a Covid előtt is, daganatos betegségekben, stb. Azért elég sok testvérünk elment, és ez a Covid mintha rávilágított volna arra, hogy ez egy óriási szolgálat és egy felelőssége egy keresztény közösségnek, hogy gondoskodni az árvákról, özvegyekről, mert az Isten ezt mindig is komolyan vette, és mind az Ószövetségben, és mind az Új Szövetségben nagyon komoly útmutatások vannak ezzel kapcsolatban. Ebből a szempontból viszont nagyon örülök, hogy a Covid erre rávilágított, és létrehozott egy olyat, amit szerintem már régen meg kellett volna tegyünk. És ebben a részben viszont nagyon nagy a kár mellett nagyon nagy öröm részt venni, mert érezni rajta azt, hogy ez mennyire helyes, és hogy Isten ezt mennyire támogatja. Egyébként ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a hallgatóknak, akik támogatták ezt az ügyet így eddig. Van. Ezt én is hadd tegyem meg veled együtt. Tényleg óriási köszönet. A Kert Alapítvány szervezőivel egyébként én ilyen napi kapcsolatban vagyok, és mindig mondják, hogy nagyon szép számmal érkeznek a támogatások. Viszont azért azt is lehet látni, hogy ezeken a területeken is érzékelhető időnként az, hogy az elején még mindenki nagyon lelkes, aztán egy idő után azért így mondjuk a hangsúlyok máshova terelődnek. Úgyhogy talán azért is örülök, hogy most így beszélünk, mert talán itt az idő, hogy ismét felhívjuk a figyelmet, hogy azok a kedves hallgatóink, akik megtehetik, továbbra is támogassák ezt a munkást, ugyanis sajnos ugye a járvány tetőzik, és újabb és igen, újabb esetek vannak, és újabb szükségek is vannak. Egyébként lehet átutalással, illetve bankkártyás fizetéssel is támogatni az alapítvány munkáját. Erről bővebben a www.kertalapítvány.hu internetes oldalon tudtok tájékoztatást kapni. Egyébként azt hadd kérdezzem meg, hogy te hogy látod, hogy nyilván ugye az embernek az adakozásra, tized fizetéssel kapcsolatban a Biblia világos útmutatásokat mond, a jótékonysággal kapcsolatban is vannak a Bibliának iránymutatásai?
egyértelműen a jótékonysággal is, de kifejezetten az özvegyek és az árváknak az ügyét, mondom, az Ószövetség nagyon komolyan vette, tehát ugye az volt a lényege, hogy azoknak, akiknek mezőjük van, és stb. Azok ne amit learatják, mindig hagyjanak ott, hogy azok, akik nincs telenné váltak, és külön megemlíti itt az özvegyeket és az árvákat, legyen hova fordulniuk. Azon kívül a legsúlyosabb átokkal és szankciókkal sújtotta, hogyha az özvegyeknek az ügyét nem pártolták, tehát ha elnyomták és nem adtak nekik igazságot, elvették a jövedelmüket, nem gondoskodtak az árvákról. Tehát az adakozáson, a jótékonyságon kívül ezt a részét még külön messze menőkig kialakítja a Biblia. Az Új Szövetségben pedig még úgy is tűnik, hogy Pál apostol idejében intézmény is lehetett, hiszen mondja azt hiszem a Korintus levélben, meg a Timóteushoz levélben, hogy kik választassanak meg özvegy asszonyul, tehát külön pozíció volt, egy külön szolgálat volt az, aki támogathatott a gyülekezet ebből a... Tehát volt ilyen intézményük, ez derül ki a korai egyháznak, ahol ezt a tisztséget, akit ebben a módon lehetett és kellett támogatni, plusz akik szolgáltak azok felé, akik elvesztették a férjüket, és tehát ez az volt kertalapítvány magyarul. Igen, igen. A korai egyházban. És talán azt érdemes kiemelni, hogy ez nem ilyen ad-hoc jellegű, meg ilyen kampányszerű volt ez a támogatás a rászorulottak, tehát az özvegyek és árvák esetében, hanem ők gyakorlatilag életvitelszerű támogatásban részesültek. Így van, gondolom, ugyanúgy volt, hogy megítélték, hogy mi az a járandóság, bejött egy összeg, és azt egy bizottság, a vezetők eldöntötték, tehát azért mondom, hogy teljesen hasonló módnak tűnik, ha választani kellett, ha erről gondolkodtak, erről döntöttek, és azt gondolom, hogy hát óriási áldás szerintem. Én ezt tudom mondani, és hiszek is ebben, hogy ezt a részt, ha mi az Istennek a munkáját betöltjük, és akiket ő támogatna, nyilván nem a mennyből fog lepotyogni ez az összeg, hanem az ő népe betölti, arra az Isten mindig válaszol. Talán azért is érdekes ez az egész helyzet, mert nyilván akik most özvegyek és árvák, ők csak a feltámadás után kapják majd vissza azt az eltávozott rokonukat. Tehát nekik azért így is lesz egy hiány az életükben, és talán fontos arra felhívni a figyelmet, hogy legalább anyagi szükségeik ne legyenek, mert az anyagi szükségeken túl is azért nyilván hiányzik nekik a szerettük, nem? Hát két dolog van ebben, ugye egyrészt, hogy a vigasztalás nagyon fontos, tehát valóban ezek pótolhatatlan veszteségek, viszont ugye azt mondja, hogy az Isten az özvegyek bírája és az árváknak az atya, tehát én azt gondolom, hogy ilyenkor Isten közelebb lép ezekhez az emberekhez, és aki erre nyitott, egy mélyebb Isten megtapasztalásban tud elmélyülni vagy kapni, aminek a veszteségen kívül tehát be lehet fordítani egy óriási áldásra is sok veszteséget. Plusz a közösségnek mind a kettő a feladata, tehát mi más lenne egy közösségnek egy nagy szerepe, hogy hát azért is jó egy közösséghez tartozni, hiszen védelmet ad, vigasztalást ad, nem marad az ember egyedül, és gondoskodást. Hát az egyháznak az egyik legfőbb feladata ez. Igen, és egyébként tényleg megható volt látni az elmúlt hetekben azt, hogy milyen sok ember indult meg, és talán ez is a hídgyülekezetének az erejét azt megmutatja, meg talán össze is kovácsolja a közösséget egy ilyen válsághelyzet. Nyilván nehéz meg minden, de hogy ennek ellenére meg ez egy ilyen jó érzés volt tényleg látni, ahogy nagyon sokan küldtek támogatást, és ahogy hallom, a jövőben is terveznek küldeni. Így van, ezt tudom mondani én is, hogy mindenkinek nagyon köszönöm, és engem is megdöbbent, vagy hogy mondjam, jó érzéssel tölt el a kár mellett, hogy jó szellemű, egyenes szív emberekkel vagyok összekapcsolva a testvéri közösségbe, akik megérzik a feladatnak az idejét, a szükségességét, és megteszik a
örömmel a dolgukat. Április 22-én csütörtökön 19 órakor tehát a Kert Alapítvány következő ajándékkoncertjén Abbaházi Zoltán Cerkát hallhatjátok, és a támogatásos oldalt is még egyszer elmondom, www.kertalapítvány.hu. Itt találtok bővebb információkat arról, hogy hogyan tudjátok ezt a programot támogatni. Kedves Cerka, köszönjük szépen, hogy velünk voltál, és alig várjuk a csütörtököt. Én is nagyon köszönöm a lehetőséget, szervusztok!